Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra egy Sims 4 százbaba kihívásban. Remélem örültök, hogy megint ez van. Na, egyre jobban szeretem ezt a kihívást, évként már csak a ház miatt is, mert iszonyatosan tetszik még mindig. A srácok elmentek iskolába, a lányok ugye még csak most nőttek föl, úgyhogy ők most nem mentek, viszont elég éhesek. Legalábbis Misty, Lian még alszik, és majd pisilnie kell, úgyhogy... Hát jó, keljen föl most. Feküdj le aludni. Vissza, mert hogy ő még mindig álmos. Igen, és szerintem csinálják meg a lányok a házit így előre, hogy hát ha valamelyik jó tanuló lesz, ki tudja. Nem tudom. Megjött a royalty report is, kaptunk némi pénzt. Ugye az írt könyvek után. És mindig elfelejtem onnan eltenni a postaládát. Pedig tök jó lenne onnan eltenni, mert nagyon nem esztétikus helyen van. De majd ezt megtesszük valamikor, vagy majd megteszem. Lea még mindig éhes. Remélem házit csináltok. Helyes. Úgyhogy... egyen. És utána menjen el fürdeni. Meg is csinálták a házit. Na, és most mi legyen? Tehát... igazából semmit nem tudnak csinálni, úgyhogy játszanak. Játszanak egy kicsit, utána. Lian is elkészült. Lian még mindig alszik, most már fölkeltem, már eléggé kezd éhes lenni. Chilit szeretne enni. Almond macarons, de jó. Most azon gondolkodok, hogy hol tud csinálni. Chili, csinálj chilit akkor. Diana, átjöhet. Megjöttek a srácok, egész jól vannak, úgyhogy rögtön nekiállhatnak a házinak, és hoztak haza otthoni feladatot. Az egyik lány nyissa ki Tiánának a... vagy köszöntse barátságosan, vagy igazából mit tudja, mint teljesen mindegy, mit csinál. Telefonon keresi Jeffrey, köszike. Nem, Jeffreyvel végeztünk. Oké, megette azt a csilit. Nincsen most semmi érdekes, elég fura, hogy... ez jó. főleg most, hogy nincsen kisebb babánk, mint ugye a gyerek. Viszont csináljuk meg a srácokkal a... Ja, megcsinálták? Megcsináltátok a házit. Ez gyors volt. Akkor viszont valahova le kéne raknom ezt a szarságot. Ezt ide rakom. Start working carefully, és ezt pedig ide lerakom, így a semmi közepébe, és kezdjél el rajta óvatosan dolgozni. Na, szerettem volna egy kicsit följebb vinni a kapcsolatomat valamelyik leendő apával, és ezt is fogom tenni. Kit néztem ki? Sergio-t néztem ki. Bár a következő apának való megvan, ugye Mortimer? Igen, Mortimer, mert ugye most Advictól várunk babát, és utána Mortimer lesz a következő. Viszont nem rossz ötlet, hogyha előre dolgozunk egy kicsit, és csinálunk valamit az ügy érdekében, viszont álmos Lea, úgyhogy Tiana is elment. Későre jár már, mindjárt 9 óra van, te jó ég. És még csak még a felénél sincsen. Jerome pedig abba is hagyta. Viszont te viszont igazán dolgozhatnál rajta. Emmanuel már a felénél tart legalább, viszont el kéne mennie WC-re, úgyhogy menjen gyorsan, illetve enniük kéne valamit, és a szórakozása is eléggé lement, viszont elég álmos is, úgyhogy inkább aludjunk. És a lányok pedig, ők is menjenek aludni, mert nekik is holnap iskola lesz. Egyedül Jerome még maradhat egy picit fönn, és dolgozhat még azon a cuccon. Esetleg ehet valamit.
Szóval most már te is hagyd abba, és utána majd menj el aludni. Jó, akkor ez a nap ennyi volt. Hú, túléltünk mindent. Oké, Lea fölkelt, mert nagyon kell pisilni a szegény. Még jó, hogy szembe raktam a fürdőt, mert ugye elég gyorsan át tud menni. És éhes is, úgyhogy szerintem most csináljunk valami gurmé mealt. Mondjuk ezt a pasztát cuccot family size-ban. Mi ez a ruci? Jézusom! Ezt elfelejtettem megváltoztatni rajta. Jaj, tudjátok, mit nem raktam, amit elfelejtettem? Fizessük ki a számlákat. Tévét. Elfelejtettem tévét rakni. Bár nem is szándékoztam nagyon, mert majd úgyis, hát, hogyha szükséges, akkor még tudom bővíteni a házat. Még ezzel a bővítéssel is egész jól néz ki, úgy gondolom. Szóval még tudom bővíteni akár hátrafele is, arrafele is, meg igazából főleg errefele tudom bővíteni, ami nem rossz. Úgyhogy majd, hogyha egyszer úgy gondolom, hogy kell bővíteni, akkor tudom bővíteni. Hát feküdjön le aludni, mert megint álmos. Viszont szegény gyereknek nagyon kell, melyik vagy? Jeromnak nagyon kell vécére mennie. Szegény Emmanuelnek pedig nagyon len van a fánja, ami nem annyira jó. És a suliba se fog följebb menni, de mindegy. Most ezt itt így hagyjuk. És suli van, úgyhogy mennek a gyerekek suliba. Szuper. Lea pedig. Hey! Mi van? Hát menj iskolába. Most miért jönnek vissza? Elmentek iskolába, hogy aztán visszajöjjenek. Ez érdekes. Akkor az összeset külön el kell küldeni. Ez meg leült vissza enni. Jó van. Na, most vannak iskolában. Mindegyikük szerezzen barátot. Nem megyünk most el a gikonra, úgy döntöttem, és föl kéne keltenünk lassan. Igazából annyiból áll az egész csajnak, szegénynek az élete, hogy alszik és eszik. Néha pisilni jár. És ennyi. És csörög a telefon. Oh, kiss and tell! Emmanuel megpróbált megcsókolni valakit. Valamit, gondolom valamit játszottak, mindegy. Ezt fogom választani, mert ez az igazság. És igen. És takarítsál már egy kicsit, légy szíves. Fürödjön meg, és szerintem kezdjen el írni valamilyen, vagy igen, folytassa. Elkezdtem egy olyan könyvet, hogy Lien Sox. Lien Sox. Szerintem tök aranyos. És hát elromlott a csap, amit most kicserélek, mert nem túl drága, úgyhogy hát most ne jöjjön át szerintem. Szóval, Emmanuelnek egy kicsit len van a fánya, teljesen. Úgyhogy neki azt kéne följebb vinni, illetve egyen meg egy kis maradékot, aztán minden jó lesz. Jó van, ő fürdik. Lien pedig csak úgy simán elkezdheti a háziát. És utána majd létszi, te is Misty, és Jerome, te is légy szíves. És egyedül csak Emmanuelnek van problémája a fannyával. Jó, akkor most te is csináld meg, légy szíves, a házit, és tudom, hogy ez is talán egy kicsit rövid részre sikeredett, de most el kell köszönnöm tőletek. És hamarosan szül, a következő részben már szül le. Ó, nem, most szül, és most hagyjuk abba. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!